Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban azokról a könyvadaptációkról fogok beszélni, amik 2023-ban jöttek ki, és láttam őket. Igen, mert ez szokott lenni a koncepciója. Tehát a régebbi könyvadaptációkat ebben nem szoktam belevenni. Igen. Ez ugye ez a 2023 összegző, 2024 előkészítős, ilyen, hát 2023 összegzős sorozat, ez fog végigmenni januárban, úgyhogy amivel kezdek, mert ezeket tudom egyébként a leghamarabb fölvenni, ezek a filmes tematikák, ugyanis egyetlen egy darab adaptáció van, amiből még fogok látni 2023-ban tutira, ez pedig nem más, mint a Percy Jackson és az Olimposziak adaptáció, ami ugye december 20-án premierelt, viszont ugye ez úgy jött ki, hogy december 20-án dupla epizódos indítás volt, 27-én még 2023-ban jött egy rész, még mikor én ezt felveszem, még nem jött ki. De mire ez a videó kimegy, már kijött. És a maradék 5 rész, ami vissza van belőle, az mind januárban fog kijönni, 2024-ben. Viszont ezt a videót nem akarom addig halogatni, hogy kijön az összes Percy Jackson rész. Egyel több indok, hogy a 2024-es videóban is beszéljek majd erről, mint a 2024-es adaptáció összegzőben. Minden alkalmat megragadok, hogy kicsit fangirlölhessek a Percy Jacksonnal kapcsolatban. Szóval, ebben a videóban egyelőre erről a két darab részről tudok nyilatkozni, ami már kijött, de egyébként mindegyik részre reagálni fogok külön-külön, ahogy jönnek ki, tehát ezekről lesz videó. Szóval így külön is kiemelve lesz a csatornán, nyilván nekem nagyon erős kapcsolódásom van a Percy Jacksonhoz. És a teljes évadot ugyan még nem láttam, de a két rész tekintetében, ami már kijött, azt tudom mondani, hogy én nagyon-nagyon szeretem ezt az új adaptációt belőle, és szerintem eddig nagyon jó munkát végeztek. Tudom, vannak dolgok, amiket sok ember kifogásol, szerintem a felük nem annyira lényeges kifogásolandó dolog. Van egy-két dolog, amiben úgy vagyok, hogy hát igen, egyelőre még nem tudjuk, hogy hova fognak pontosan kifutni vele, viszont nyilván két rész alapján nem fogom elítélni azokat a dolgokat, amiket mondjuk nem csináltak meg tökéletesen. Szóval, de én végig sírtam és nevettem, mindkettőt jó értelemben. Nem azért sírtam, mert akkor borzadá lenne a sorozat. Tehát mindkét részt végig sírtam nevetve, így felváltva, vagy valahol sírva nevettem, úgyhogy én a díjat tudom mondani, hogy csodálatos, nekem nagyon tetszik. Igen, vannak dolgok, amik kimaradtak, de hogy ahhoz képest kb. Meg tudod mondani, hogy melyik fejezetek játszódnak le az adott epizódokban, és nagyon jól le is követi. Szerintem a színészek is nagyon jól csinálják, amit csinálnak, a karakterdinamikák és a karaktereknek a személyisége nagyon jól átjön, úgyhogy csodálatos eddig, és én nekem van egy olyan érzésem, hogy január után is ezt fogom állítani erről a sorozatról, úgyhogy előre megadom neki, hogy csodálatos. Már előre várom a második évadot, meg az összes többi évadot. A második évadot főleg egyébként azért, mert nekem ez egy ilyen, nem tudom, nagyon berögzült emlékem, amikor láttam a második filmet a Percy Jacksonból, ami miatt elkezdtem egyébként olvasni a könyveket, ez a legviccesebb az egészben, hogy a második film az egy borzadály volt, de hogy amiatt kezdtem el olvasni, mert hogy az unokatesóm mondta, hogy mert ő, amit legjobban várt a második könyvből, amit ő addigra már olvasott, hogy Percyt tengeri malaccá változtatják. És basically ez volt a... és nagyjából ez volt az, ami miatt elkezdtem olvasni a Percy Jacksont. Meg mert nekem nagyon tetszettek a filmek, mielőtt elolvastam a könyveket, és rájöttem, hogy nem rosszak a filmek, de nagyon rossz adaptációk. Következő. A Daisy Jones and the Six, ami ugye 2023 márciusában jött ki. Nagyon szkeptikus voltam ezzel a sorozattal kapcsolatban, viszont annál jobban tetszett. Nagyon, nagyon szerettem a sorozatot, és szerintem, ami nagyon sokat hozzátett a Daisy Jones and the Six-hez, azok a zenék. Ugyanis a 2023-as Spotify Wrapped-ben olyan történt, amire évek óta nem volt példa, ez pedig az, hogy a legtöbbet hallgatott dalom nem Taylor Swift dal volt, hanem a The River, ami le a kalappal, én csak ennyit mondok, mert hogy amúgy az elmúlt, nem tudom, 2-3-4 plusz évben, nem tudom, mindig kb. Taylor Swift volt. Mert a top 5 dalom mindig egymás után Taylor Swift volt, tehát hogy nem volt benne semmi meglepetés soha, mert tudtam, hogy mi lesz, tehát... De az, hogy a River lett az első,
ez konkrétan meglepett, de tudom, hogy az év első félben nagyon-nagyon sokat hallgattam azt a dalt, meg úgy unblock az albumot, amit készítettek a sorozathoz. Nem tudom, hogy a Daisy Jones-os podcast részünket Emmával feltettem a YouTube-ra, mert nagyon elmaradtam YouTube-ra a podcast részek feltöltésével, de a YouTube-ra nem is, Spotify-on megtaláljátok, és ott beszélünk arról, hogy milyen volt a könyv, meg a film, vagy a sorozat így egymáshoz képest. Úgyhogy arról van egy külön részünk egyébként, de én nagyon szerettem az adaptációját. Voltak dolgok, amiket szerintünk jobban kihoztak a sorozatban egyébként. De voltak részek, amik meg szerintem a könyvben jobbak, szóval ilyen kiegészítik egymást, nem tudom, így mondom leginkább. A következő, amit könyvben én nem olvastam, viszont itt tök random megnéztük a filmet, és a film nagyon, nagyon durván szórakoztató volt számomra, ez pedig a Jók és Rosszak Iskolája, ami Netflixen volt film a tavalyi évben, és ezt tényleg így tök random néztük meg a szüleimmel, és én végtelenül jól szórakoztam a könyvön, vagy a filmen. Nem hiszem, hogy el fogom olvasni a könyvet, már csak azért sem, mert pont Andi is tudom, hogy megnézte a filmet, tök tetszett neki, tökre szórakoztat, elkezdte olvasni a könyveket, és talán a második, harmadik körül mondta azt, hogy akkor ő ezzel leáll. És én is azt olvastam róluk, hogy nagyon hosszúak, feleslegesen hosszúak, és nem tudom, így filmet tök fun volt nézni, tehát így élveztem meg minden. Nem feltétlenül érzem magamban a motivációt arra, hogy olvassam a könyveket, de hát nem teszem föl feltétlenül őket, de soha nem olvasom el polcra, de alacsonyan vannak a prioritási listán. Viszont én ugye nem olvastam a könyvet, nincs viszonyítási alapom, így könyv nélkül abszolút élveztem a filmet egyébként. Azt tudom, hogy azt hiszem a második, vagy a folytatásokból is spoilerez le dolgot, tehát hogy így nem csak az első könyvből vannak infók benne. Valami ilyesmit, mintha láttam volna róla. Aztán a Nimona. A Nimonáról nem is tudtam, hogy adaptálják, mikor csináltam annó a ízés videómat, hogy milyen könyveket adaptálnak 2023-ban. Úgyhogy a Nimona az ilyen kellemes meglepetés volt számomra. Ez egy Netflixes animációs film lett, és annyira jó lett. Úristen! Eleve többször meg is néztem a Nimonát, és hát úristen, hogy én a végén hogy zokogtam. Azt talán jobban tetszett, ahogy mármint egy kicsit jobb a lezárása, valahogy jobban jött ki a végén nagyon-nagyon sírtam, és nekem nagyon-nagyon tetszett, szerintem tök jól csinálták. A szinkron hangok is nagyon jók voltak hozzá, vagy hát ugye a hangok, annyira jó volt, annyira tetszett. A stílusa nagyon tetszett, az animációs stílus, amit választottak hozzá. Úgyhogy nagyon-nagyon szerettem a Nimona adaptációját. Szerintem nagyon jó adaptációt kapott, úgyhogy nagyon örülök, hogy kihozták. Újra kéne olvasnom a Nimonát. Amúgy ezt nem tartana sokáig, mert ugye ez egy képregény, de igen. Nagyon jó volt. Következő a Heartstopper, szerintem erről nem kell sokat mondanom, ugye most jött ki a második évad, ami nem ezt, hanem a harmadik kötetet dolgozza föl, a Párizsi utat. Meg talán picit belenyúl a negyedikbe, ilyen összemosódnak a határok a sorozatban a kötet határokkal, vagy a kötet határok azok összemosódnak a sorozatban, na így pontos ez a mondat. Még mindig nagyon cukik, még mindig nagyon imádom őket, annyira jó. A Heartstopper nem tudok mást mondani, hogy imádom. Pure joy. Imádom. Meg kéne vennem most már az összes képregényt. Kijött az ötödik kötet is belőle, amit nem is olvastam még külön se, úgyhogy kéne olvasni. Na mindegy, majd eljutok odáig is. Utolérem előbb-utóbb magamat, utol fogom magam érni. A lényeg, hogy a Heartstopper csodálatos. Ez egy szóban össze tudom foglalni, csodálatos. Na a következő, ez, mintha csak futólag említettem volna a 2023-ban várható adaptációknál, vagy lemaradtam szintén róla, és így évközben tudtam meg, hogy jön. Ez pedig nem más, mint a Red, White and Royal Blue, a vörös-fehér királykék, ugye magyarul. Eszméletlenül elvesztem ezt a filmet, de hogy úgy tényleg nem voltam annyira ráfeszülve, hogy megnézzem, és aztán ilyen klippeket láttam belőle, és hihetetlen módon tetszett nekem ez a film. Mármint úgy szerettem a könyvet is, annyira fun volt a film. Annyira jó, nagyon élveztem. Nagyon szerettem a filmet, úgyhogy ez ilyen, nem tudom, kellemes meglepetés volt, mert ilyen elvárásaim abszolút nem voltak egyébként a filmmel kapcsolatban.
És aztán megnéztem, és rohadt jó volt, nagyon tetszett. Szerintem nagyon jól visszaadta a sztorit is. Nagyon szerettem, a casting is nagyon jó volt, tehát szerintem a karaktereket nagyon jól hozták. És van... vannak benne jelenetek, amik így annyira jók voltak, és ezek az a Henry meg a... Jó, Istenem, mi volt a másik főszereplő neve? Szóval a két főszereplő közötti ilyen játékos per flörtölős szekálódás, az 10 per 10-es volt a filmben is, úgyhogy nagyon-nagyon imádtam, úgyhogy szerintem a... Ilyen meglepően kifejezetten jó adaptáció lett, tehát egyáltalán nem számítottam ilyenre. De nagyon cuki volt, és nagyon-nagyon tetszett. És az utolsó adaptáció, amit láttam, amiről tudom, hogy beszéltem, hogy majd lehet megnézem, de hogy itt semmi tervem nem volt, és tök ad-hoc jelleggel néztük meg végül moziban, az nem más, mint az új Éhezők viadala film, ami ugye az előzmény sztoriból készült film, ami nekem nincs meg, és nem is olvastam, ami ugye az énekes... Énekes madarak és kígyók balladája. Igen, ami a 10. Éhezők viadalát követi, és ugye alapvetően a könyvet Snow, az ifjú Snow narrálja. És amúgy a film maga nekem nagyon tetszett, nem olvastam ugyebár a könyvet, és az Éhezők viadalát is nagyon régen olvastam, és tudom, hogy nem voltam annyira odaérte, de pont most így, nem tudom, TikTokon az Éhezők viadalának is reneszánsza volt, mint ahogy most így a Percy sorozat után a Percynek is, és így láttam egy csomó ilyen, nem tudom, elemzést róla, meg ilyen beszédet, és így pont gondolkoztam, hogy lehet újra kéne olvasnom az Éhezők viadalát, mert lehet 16 évesen sok minden elment a fejem felett benne, és csak arra tudtam koncentrálni, hogy rohadt idegesítő benne a szerelmi háromszög, ami a TikTok szerint nem is szerelmi háromszög. Agymosnak, na mindegy. Nem csak tudom, hogy az rohadtul idegesített, amikor annó olvastam. Nem tudom, hogy el tudnám olvasni az Énekes madarak és kígyók balladáját, mert ugye azt Snow narrálja, és fölhúzna nagyon, tudom. Ami nyilván a lényege, de hogy fölhúzna nagyon. A lelki békémet nem biztos, hogy kockára akarom tenni. Viszont pont ezután, hogy megnéztük és rájöttünk, hogy amúgy nem annyira emlékszünk az Éhezők viadalára, újra néztük a filmeket, kivéve a legutolsót még, és így tök kedvet kaptam, hogy újraolvassam egyébként a könyveket, mert ugye megvannak, és csak egyszer olvastam őket, hosszú-hosszú évekkel ezelőttem, hogy mennyi? 7 évvel ezelőtt olvastam kb. Őket? Jézus Mária. 7 évvel ezelőtt voltam 16 éves. Egy perc néma csend az öregedésre. Na mindegy, úgyhogy, de alapvetően nekem nagyon tetszett a film, az új film. Rohadt jók voltak a zenék, a díszlet is nagyon tetszett, meg láttam ilyen olyan videókat is hozzá, amik ez az Éhezők viadalára ilyen vissza, vagy előreutalás, ugye attól függ, honnan nézzük. Úgyhogy tök jó volt, és szerintem tök jól megcsinálták, bár azt hallottam kritikának, hogy mivel nem hallod Snow-nak a belső monológiát, vagy nem tudod olvasni, sokkal kevésbé jön le, mint őrült. De hogy amúgy szerintem elég jól hozta az alakítás, és ha nagyon jól nézte az ember, azért a színésznek az alakítását látszódott az őrület szerintem a tekintetében, de ez lehet csak én vagyok, vagy mert én úgy készültem, hogy ezt tudni kell róla, mindegy, tök tetszett, úgyhogy lehet 2024 lesz az Éhezők fiatal újra olvasásának éve, vagy nem, mert a Percy Jacksont is újra akarom olvasni, ebből kicsit több van, mint Éhezők viadalából. És mint tudjuk, hogyha választanom kell, melyiket olvasom előbb újra, akkor a Percy nyer. De hogy alapvetően így olvasatlanban, és úgy, hogy kevés emlékem van, mert mint, hogy tudom a sztorit, de hogy ilyen részletekre nem annyira emlékszem, így nekem amúgy tök tetszett az adaptáció is. Meg én úgy láttam, hogy azért nagyjából tetszett a fanoknak is az adaptáció, mondom, ilyen egy-két dolog volt, amit jobban kiemeltek, és mivel én nem utálom a spoilereket, én az ilyeneket mindig megnézem, hogy okosabb legyek, és új perspektívákat kapjak. Úgyhogy ezek voltak azok az adaptációk, amiket összeírtam, hogy láttam 2023-ban. Előfordulhat, hogy láttam mást is, csak nem tudom, hogy adaptáció, vagy már elfelejtettem, hogy láttam. Ilyenek előfordulnak, hosszú volt az év, és összefolyik az egész, szóval... Ilyen előfordulhat. De alapvetően ami adaptációt 2023-ban láttam, és könyvadaptáció, és így olyan könyv és könyvadaptáció, maradjunk ennyiben,
és tudom, hogy könyvadaptáció, és tudom, hogy láttam, vagy emlékszem rá, hogy láttam, az egyébként így kb. Kivétel nélkül nekem nagyon-nagyon tetszett, és nagyon elégedett voltam, nem tudom. Szóval, hogy így 2023-ban tök jó könyvadaptációkat láttam, na igazából ennek ez a lényege, ezt akartam mondani. 2024-re, nem tudom, annyira nincsenek így adaptációk, amik így különösen izgalomba hoznak. Van pár, ami érdekel, de hogy így ilyen nagyon prioritási pontjaim nincsenek. Szóval majd meglátjuk, hogy 2024 mit hoz, meg még mit jelentenek be évközben, meg még mit vedezek fel évközben, hogy azt is adaptálták. Kommentben írjátok meg, hogy ti milyen könyvadaptációkat láttatok 2023-ban, és hogy tetszettek azok nektek. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!